Sziasztok, Andi vagyok! Itt is lennék az Endlingnek a következő részével. A napokban kiírtam nektek arról egy posztot, hogy nevezzétek el a kis rókákat, és elég sok névajánlást írtatok, amit szeretnék innen is megköszönni nektek, úgyhogy ebben az epizódban el is nevezném a kis rókákat, azok alapján, a nevek alapján, amiket írtatok a poszt alá. A piros a parázs nevet kapta, a barna a pudingot, a szürke pedig az oreót. Hát lehetséges, hogy egy kicsit éhes vagyok, amikor felveszem ezt a videót, de ezek a nevek tetszettek a legjobban, illetve ugye van egy elveszett kis rókánk, neki a Virgonc nevet választottam, mert hát eléggé játékos volt, és ugye ezért is veszítettük el, de remélhetőleg meg fogjuk találni. Egyébként többen is írtátok, hogy már láttátok a játék végét, nagyon-nagyon megkérlek titeket, hogy ne spoilerezzetek se nekem, se azoknak, akik esetleg csak nálam nézik ezt a játékot, mert az senkinek nem jó és nem szép dolog spoilerezni az interneten, a legcsúnyább dolog spoilerezni a cyberbullying után, úgyhogy na, nézzük is szerintem, hogy hogyan folytatódik a történet, ugye az előző rész végén megmentettünk egy kis borsz családot, és borsz barlangok segítségével gyorsan utazhatsz a területek között. Ó, lehetséges, hogyha segítek a borzoknak, akkor az egy ilyen teleportálós lyukat hoz létre? Ez mondjuk izgalmasnak hangzik. Gyorsan megnézem, hogy akkor ez micsoda is pontosan. Aha, hogyha megnézitek, ott van egy ilyen borz jelzés, ami rövidítés néven van fordítva, úgyhogy lehet, hogy innen mondjuk oda át tudok teleportálni. Ami mondjuk király lenne, mert akkor talán be tudnánk jutni ide is, és meg tudnánk nézni azt a kérdőjelet, amit már annyira régóta szeretnék, úgyhogy én most szerintem megpróbálok odáig elszaladni, és hát remélhetőleg sikerülni is fog. Ó, várjál csak! Hát van egy új nyomunk. Van egy új nyomunk, úgyhogy lehet, hogy inkább azt kellene kiderítenünk. Ugye ezek a nyomok nem maradnak meg örökre. De azt a rövidítést azt mindenféleképpen szeretném majd megnézni. Úgyhogy most egyelőre menjünk a kis róka után, hát ha kiderül, hogy mi történhetett vele. Erre tovább. Nem szeretném, hogy lemaradjanak a picik, úgyhogy kicsit lassítanom kell, mert annyira gyorsan sprintelni még nem tudnak, mint az anyjuk. Viszont annyira szép volt ez a környék, és nézzétek meg, itt is kivágták a fákat. Hihetetlen mennyire gonoszak az emberek. Borzasztó szomorú egyébként. Tényleg az, ami ebben a világban történik, és valaki írta is kommentben, hogy ezt az egészet nem csak az állatok sínylik meg, hanem az emberek is. Hogyha megnézitek, mert ők is borzasztóan rossz körülmények között élnek. Hűha. Itt valaki, mint a fát vágna. Úgyhogy szerintem itt óvatosan kellene elmennünk. Nagyon nem lenne jó, hogyha esetleg ránk támadna egy ember. És pont erre kell jönni, ahonnan jött a favágás hang. Hűha. Aha, ott vágja valaki a fát. Hát most kérdés, hogy vajon itt lehet-e bajunk, de ez nem tűnik egyébként annyira agresszív embernek, úgyhogy nem biztos, hogy félnünk kellene. Ez itt micsoda egy tányér? Ott a kislány! Molly! Nézzétek csak! Ez szinte biztos, hogy Molly volt, akivel ugye az előző részben összebarátkoztunk, vagy legalábbis ő volt eddig az egyetlen olyan ember, akiben megbízhattunk. Ó, itt van a teleportálós rész, ugye a borzjuk. Vagy borz odú. Itt fut a borz is. És most már nem támad ránk, most már nem agresszív velünk. Oké. Na nézzük, hogy merre visz a következő nyom. Egyébként most nagyon-nagyon messzire el kell mennünk, azt nézem. Itt egy farmépület. Ó! És kinyitotta nekünk az utat! Oké, köszönjük szépen, borz! Eddig nem szerettem őket, de most úgy egészen kedvesek lettek a játék vége felé. És Molly szerette volna a kis rókát, de nem adták neki oda. Lehetséges, hogy neki lopták el. Mit akartak vajon kezdeni azzal a kis rókával? Molly kezeiben mondjuk szerintem nagy baja nem lehetne, de remélhetőleg többet megtudunk arról, hogy mi is történt pontosan. Gyertek, picurkák! Annyira félek, hogy nem fogunk hazaérni. A rókaprémnek akarták eladni szerintem. Az biztos, hogy el akarták adni, de szerintem ez rókaprém. És ez nagyon-nagyon nem jó jel. Aha, arra akkor most feloldódott egy új útvonal. Viszont én lehet, hogy akkor megnézném akár mondjuk a régi otthonunkat. Úgyhogy itt most visszaszaladunk és megnézzük,
ezt a teleportálós lehetőséget, vagy ezt a gyors utazást. Támadnak minket! Gyertek gyorsan! Jó, oké, megúsztuk, de ez amúgy nagyon-nagyon para volt. És nem figyeltem oda arra, hogy mit fogunk enni. Nem figyeltem arra oda, hogy mit fogunk enni. Ne! Most vagyunk egyébként félúton szerintem pont. De ha minden igaz, akkor itt lesz a... borzjuk. Kérdés, hogy vajon itt lesz-e nekünk valami kaja? Na nézzük csak meg, hogyha ide bemegyünk, akkor mi történik? Ó, még enni is tudtunk, de jó! De jó, ez egyébként egy nagyon jó hír. És ugye ott van a régi otthonunk, úgyhogy oda kellene eljutni, még mielőtt feljönne a nap. Tehát lehet ezeket a bogyókat még leszedhetném. Hogy tudjanak enni a picik, és utána pedig akkor gyorsan futnunk kell tovább. Gyertek, gyertek! Kérlek, gyertek! Igen, és akkor itt lefele. Azt a mindenit, milyen szemetes lett ez a terület, ahol eddig éltünk. Kíváncsi vagyok, hogy vajon változott-e a régi rókajuk is. Úristen, kiapadt a folyó. Azt a mindenit. Hát örülök, hogyha itt még... meg tudjuk magunkat húzni. Jó, elméletileg pont az éjszaka előtt sikerült ide érkeznünk. Hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz így. Sokat nőttek egyébként a kisrókák, az már látszik most is. És akkor itt vannak ugye a kölyök képességek, hát a... Oreónak egyébként még nincsenek képességei, de remélhetőleg majd sikerül neki is szerezni újakat. Lapulj le, hogy ne halljanak meg! Micsoda okosság! Jó. És akkor most, ha már itt vagyok, akkor érdemes lenne megnézni azt a kérdőjelet, úgyhogy nekem a másik irány kell pont. És akkor be kell mennünk ott a gyárépülethez. Gondolom, akkor ez a terület is változott. Egyébként ez zseniális, hogy folyamatosan változik a játékon belül minden. Napról napra minden egyes a terület más és más lesz. Ez egyébként nekem nagyon-nagyon tetszik. Kicsit egyébként emlékeztet a Red Dead Redemption 2-re. Ott is úgy volt, hogy ugye ahogy fejlődött is haladtunk előre a játékban, például épültek meg a házak, meg ilyesmi. Azt szerintem egy zseniális játékelem volt benne. Oké, és akkor ez most jó irányba visz minket, ha minden igaz, itt kell végigmennünk. De bízom benne, hogy errefele nem nagyon lesznek nekünk ellenséges emberek. És sikerül majd megtalálnunk a kis rókát is. Új, itt viszont van egy kis bogyó, azt leszedem nekik. Oké, és... azt nézem egyébként, hogy olyan, mintha az egyik kis róka megsérült volna. Van rajta egy ilyen piros folt. Aztán lehet, hogy csak én látom úgy. Na nézzük csak erre fele, mi van. Aha, itt lesz egy kölyök képesség, hogyha megnézitek, de azt még ugye nem tanultuk meg. És ezen a területen egyébként eléggé sok ilyen kölyök képesség volt. Ugye itt volt bent a gomba is, azt is valahol itt szereztük meg. Na de bízom benne, hogy itt most már akkor tovább tudunk jutni valahogy. Át tudnak most már vajon ugrani a picik? Sikerült nekik, király! És akkor itt van egy kérdőjel, ami már nagyon-nagyon régóta itt van. És tök jó lenne megnézni, hát nagyon bízom benne, hogy úristen, mi lesz itt! Hú, de megijedtem. Hogy nem fognak minket itt elkapni. Ennyi volt. Hát ide nem biztos, hogy be kellene jönnünk. Ez nagyon-nagyon nem tűnik biztonságosnak. Wow. Ha, de itt is van egy olyan képesség, kölyök képesség, de ezt még mindig nem tanultuk meg. Lehet, hogy akkor tényleg itt lesz a nagy megoldás. El ne üssenek minket. Jaj, szerintem itt a galambot kaphattuk volna el. Hol vagyok most egyébként? Hűha. Innen aztán nehéz lesz majd hazajutnunk, ebbe bele se gondoltam. Annyira mentem vakon itt az újdonság felé, hogy itt egyébként még akár bajba is kerülhetünk, mert hogy ott, ha megnézitek, le van zárva az az út. Na de remélem, hogy azért ott lesz egy kis veszélyforrás is.
Szóval remélem, hogyha itt errefele jövünk, akkor itt is lesz valami menedék. Nagyon nem szeretnék meghalni, de szerintem ezt megértitek. Volt egy kis özönvíz, akkor az volt az a jelzés. Mert sikerült kijönnünk a gyárépületből. De hát innen, mire én hazajutok, hűha, az nem rövid idő lesz. Jó, errefele jó irányba jövünk. A bagoly, úristen! Ne! Ne! Megölöm a bagyot, ne! Pic úr! Úristen, Parázsnak baja lett! Parázsnak baja lett! Várjál csak, hadd vegyelek föl! Hadd vegyelek föl! Nem figyeltem oda! Meg tudom őt nyugtatni. Meg kellene őt nyugtatnom. Hát, ha azzal tudok rajta segíteni. Jó, oké, sikerült. Na most pedig akkor tényleg most már haza. Majdnem elveszítettük Parást. Majdnem elveszítettük. Erre nagyon-nagyon oda kell figyelni. Teljesen ki is ment a fejemből, hogy van ilyen. Hát még pont sikerült hazaérnünk, de túl sok élelmünk az nincsen. Úgyhogy lehet érdemesebb lenne visszamennünk a régi területre. Mert ez itt így para, és nagyon-nagyon veszélyes. Nem szabadna ilyen veszélynek kitennem a kölyköket. A csirke ilyetében kiugrik a ketrecből, ha vakkantást hall. Csirke. Csirkével szerintem még nem találkoztunk. Lehet, hogy akkor az már az új területen lenne. Úgyhogy mindenféleképpen érdemes lenne visszamenni az új területre, mert itt most már a régin nem nagyon látok olyat, ami olyan lenne, amit érdemes megnézni. Nincsenek ott felkiáltó jelek. Hát nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy mi lesz a kis rókával. És mondom, hogyha tudjátok, légy színe, áruljátok el, mert az nagyon-nagyon rossz, hogyha az ember előre tudja, hogy mi fog történni. Pont úgy, mint egy filmnél vagy egy sorozatnál, itt ennél a játéknál se nyilván előnyös. Itt van egy kis kaja. Ezt oda is adom gyorsan a piciknek. Jó, menjünk akkor a borzjuk felé. Ugye itt volt az, amikor először mindig összeverekedtünk azzal a borzzal. Aha, és akkor itt tudunk bemenni. Várjál csak! Ezt itt meg tudják enni a picik? Ó, wow! Oké, volt itt egy csomó bogyó. Na nézzük meg akkor, hogy mennyit változott itt a világ, mert ugye most ezen a területen növekszik tovább a cég, itt teszik tönkre a környezetet most éppen az emberek. Elméletben szerintem még ezt meg tudnánk nézni, de eléggé veszélyes terepen van, mert ott van az a gonosz ember, aki ugye le akart minket lőni. Meg hát nyilván minden egyes élőlényt meg akar ölni. Gyertek, picúrok! Olyan cukik egyébként. Lehetséges, hogy ide kellene bemennünk. Szerintem ide kellene bemennünk. Lehet, hogy itt lesznek akkor a tyúkok, mert hogy ez egyébként tényleg egy ilyen farmépületnek tűnik. Na majd mindjárt megnézzük. Ah, itt is lenne olyan kölyök képesség, de ezt még mindig nem tudjuk. Viszont nekünk a másik oldalt lenne, ha minden igaz a kérdőjel. Hát, ha még belefér ebbe az éjszakába. Lehet egyébként érdemes lenne itt egy kicsit lopakodva járkálnunk. Sőt, szinte biztos, mert ott, mintha már egy ember jönne felénk. Itt pedig akkor itt le. Reméljük, majd föl is tudnak menni a picik. Ezt lehet érdemes lenne megjelölnünk. És akkor nézzük meg. Vagy csak ez volt itt, hogy ezt itt meg lehetett jelölni? Ó, jaj. Ezzel akkor viszont nem biztos, hogy jól jártam. Mert hogy élelmünk az kb. Nulla. Ó, és ott van az a gonosz ember. Aha. Hát itt nagyon-nagyon óvatosnak kell lennünk. Pláne, hogyha azt nézem, akkor hogyha itt tovább szeretnék jutni, és esetleg meg szeretném nézni azt a kérdőjelet, de szerintem akkor az is egy ilyen jelölő lesz. Csak lenelüljön minket.
Az előző alkalommal ezt nagyon sokszor megszívtam. Ne! Újjaj. Sprintelni kell konkrétan. Oké, most erre világít, de... Nem! Hú. Nagyon-nagyon utolsó pillanatokban sikerül itt tovább jutni. Valakit... zenél. És ő nem fog minket bántani? Várjál csak, de ott jön valaki, aki már bánthat minket. Félek, hogy mi lesz itt. Mert elméletileg ennél az embernél van a kérdőjel. De közben itt van egy gonosz ember is valahol a környéken. Nem tudom, hogy itt mit lehetne csinálni. Lehet, hogy már túlzottan éjszaka van ahhoz, hogy valamit tudjunk kezdeni itt? Az is simán előfordulhat. Viszont haza kell jutnunk mindenféleképpen. Szerencsétlen állatok, folyamatosan tényleg új lakóhelyet kell keresniük. Folyamatosan veszélyben van az életük, és egyébként pedig semmi rosszat nem tettek. Ez a rész egyébként annyira szomorú. Jó, hazaértünk. Viszont élelmünk az nincsen. Te jó ég, úgy fekszünk le most, hogy nincs semmi élelmünk. Hát ez egy kemény nap lesz, mert hogy kajánk az nem sok maradt. Konkrétan nulla. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz így. A kis rókákkal, de bízom benne, hogy azért nem fognak meghalni, vagy ilyesmi. Az egyik éhezik, mégpedig, hogyha jól látom, akkor Oreo. És ne, és van egy illat is. Ne! Oda a borzudóhoz, hogyha lejutnék, akkor az talán segítene. Ott eddig mindig volt élelem. Az segítségünkre lesz most is. Hát, hogyha itt lemegyek, de szerintem erre gyorsabb lesz. Csak a picik közben meg lemaradnak. Rak le szépen, könyörgöm. Az a rossz, hogy néhányszor nem érzékeli konkrétan a játék, hogy én megnyomok egy-egy gombot. Őt pedig muszáj hoznom a számban. És kb. Ilyenkor így lehetetlen minden. Úristen, itt az egyik illat. Azért ezt csak meg kéne szagolnunk. Ugye ilyenkor nem megy lejjebb az éjsége. Valakit nagyon-nagyon beteg. Lehet, hogy a rókák miatt betegedett meg. Csak nem. Nem annyira gonosz lények ezek a rókák. Aha, és ott van az illat. Hát megnézzük, hát ők tudnak segíteni a kis rókán. Nagyon-nagyon bízom benne. Úristen, jó, sikerült egy kicsit feljebb tölteni a kajájukat. De ez így nagyon-nagyon para volt. Itt van még az illat, jó. Így most már rendesen tudnak követni, nem kell a számba venni a picúrt. És lehet, hogy akkor így még a kisrókának a történetét is ki tudjuk deríteni. Nagy szerencsénk egyébként, most konkrétan, hogyha nem mentjük meg ott a borzokat, akkor valószínűleg ez a borzjuk, ez nem oldódik föl. És most akkor nem tudtuk volna megmenteni a kölyköt. Tehát, hogy itt most egyébként nagyon sok mindenem múlt az, hogy sikerüljön őt megmentenünk. Az ott egy véres rongy, ugye nem? A kislány. Ez a kislánynak a véres rongya. Lehetséges, hogy valami tüdőbetegsége volt, vagy ilyesmi? Várjál, itt valahol van kaja. Ó, ott fönt lett volna egy galamb. De itt van bogyó. Hogy ezt meg tudják enni, bár nem egészséges, az látszik rajta, de... ha már egy picit tudnak enni a picik, az nekem megnyugvás. Ott fönt is van valami kölyök képesség, ez egy rókacsapda. Ott van egy egérke. Oké. Sikerült elkapni, úgyhogy ezt meg tudják enni a picik. Sőt, arra is lesz még valami, viszont a szag az erre van. A történet szállal.
Úgyhogy erre kellene jönnünk is. Ó, várjunk csak. Lehet, hogy ez egy új odú lesz egyébként, azt nézem. Elfogyott a gyógyszer. Lehet, hogy azért rabolták el a kisrókát, hogy a kislánynak tudják fizetni a gyógyszereit. Én erre tudok gondolni most így hirtelen, de ez nem tudom, hogy mennyire lehet valós. Itt is lenne egy kölyök képesség. Meg itt lent mutat még egyébként élelmet. Azt lehet érdemes lenne megnézni. Ó, szemét. Hát a szemét is jobb még, mint a semmi, én azt mondom, úgyhogy... Ugyan nem örülök neki, hogy szeméttel kellett etni a piciket, de... Legalább egy kicsit több lesz a bendőjükbe. És hát akkor meg kellene próbálnunk ezt az új otthont. Ami egyébként valami figurának a feje, hogyha jól látom. Jó, pihenjünk egyet. Kemény róka élet. Ó, itt volt kaja! Király! Ha ezt tudom hamarabb, ott vannak a borzok is, de édesek! Ah! Hát ez hihetetlen, cuki. Hát, skacok, én azt mondom, hogy szerintem ebben a részben bőven volt izgalom. Úgyhogy remélem tetszett most ez nektek. Hamarosan jövök a játéknak a folytatásával. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Andi voltam. Sziasztok!